Sziasztok! Én Herman Veronika vagyok, az ELTE Média és Kommunikáció tanszékén dolgozom agyunktusként 2015 óta. A kutatási területem az elsősorban a hidegháborús tömegkultúra, illetve a szocialista tömegkultúra. Nyilván ennek vannak különböző változatai, különböző finomságai, ami engem a legjobban érdekel, az az, hogy a kortárs geopolitikai és kortárs média helyzetet, illetve ezt az újra töltött hidegháborút hogyan lehet megérteni jobban, azon keresztül, hogyha az első vagy eredeti hidegháború elsősorban kulturális és mediális fordulatait és fejleményeit megértjük, és ezen kívül, amivel még foglalkozom, hogy a szocializmusnak a kultúrájában, elsősorban a tömegkultúrájában, televíziós és könyvzenei kultúrájában hogyan jelennek meg azok a szocializmus alatt látszólag elnyomott nemzeti narratívák, amelyek a 19. századi irodalomban alakultak ki, és annak ellenére, hogy a szocializmus egy internacionalista rendszer volt, legalábbis a tankönyv szerint, vagy a tankönyvek szerint, ennek ellenére hogyan pörögtek ezek a nemzeti narratívek a korszaknak a tömegkultúrájában, és ezeknek milyen politikai következményei voltak. Kulturális kapcsolatok kelet és nyugat között a hidegháborúban. Ez látszólag egy hosszú és ijesztő cím, valójában amiről én fogok beszélni, az az, hogy annak ellenére, hogy azt szoktuk gondolni, vagy azt szokás gondolni, sőt, akár még az iskolai tankönyvekben is olvashatunk olyasmit, hogy a hidegháború az tulajdonképpen két egymástól elszigetelt szuperhatalom küzdelme volt. Valójában a kortárs kutatások, a kortárs médiatudomány, szociológia, kulturális antropológia és történettudomány ugye folyamatosan megtalálják azokat a bizonyítékokat, hogy ez a két szuperhatalom, illetve a két világrend, mondjuk így, a keleti és a nyugati, ezek egyáltalán nem voltak különösen kulturális értelemben elszeparálva egymástól. Néhány példát fogok említeni ezekre a hatásokra. Az elején pedig el fogom mondani azt, hogy miért fontos a hidegháborúval, mint kulturális jelenséggel is foglalkozni, és nem csak abban az értelemben, hogy az egy politikai, ideológiai és történeti csatározásnak volt a gyűjtő elnevezése. Ez annál is inkább fontos, mert manapság egyre aktuálisabb, és ugye egyre több helyen, akár a napi sajtóban, akár a különböző kulturális termékekben láthatjuk ezeknek a hidegháborús témáknak, hidegháborús esztétikáknak az újjáéledését. Ugye egyenesen új hidegháborúról is szokás beszélni, és ugye a médiakutatás is arra lett figyelmes, hogy nagyon sokszor kortárs, társadalmi, politikai, gazdasági problémákra reagálnak olyan kortárs, populáris, kulturális jelenségek, vagy éppen nosztalgikus, populáris, kulturális jelenségek, amik hiába a máról szólnak, ehhez a különböző ilyen esztétikai készletet az első vagy az eredeti hidegháborúból veszik. Ugye 1947 és 91 között zajlott a hidegháború, így szoktak nevezni, mindjárt majd elmondom, hogy ez honnan jön ez az elnevezés, a maga a vasfüggöny kifejezés honnan érkezett. Ugye ez a leg fekete-fehérebb vizuális ábrázolása a hidegháborúnak. Innen fogunk eljutni odáig, hogy azért ez jóval komplikáltabb volt, mondom, különösen történeti és kulturális értelemben, mint csupán egy ideológiai és fegyverkezési harc a keleti és a nyugati Blokk, vagy az Egyesült Államok és a Szovjetunió, mint a két szuperhatalom, vagy szimbolikus szuperhatalom között. Ugye ezek a jól ismert képek a mai napig a társadalmi imagináriusunknak, tehát a társadalmi képzelő a részei. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy hideg háború, akkor nagyon sokszor egyrészt ugye az ilyen kémtörténetek, kémfilmek jelennek meg a szemünk előtt, másrészt pedig például a katonai parádék, amik elsősorban a keleti blokkban igen népszerűek voltak. Ugye nyilván ez a fegyverkezési versenyben nagyon fontos volt megmutatni, hogy milyen van az egyes országoknak, vagy éppen magának a szovjet birodalomnak. Egyébként Oroszországban most is roppant népszerűek ezek a katonai parádék, éppen néhány héttel ezelőtt tartottak egy ilyet Moszkvában, az idézőjelben győzelem napján, aminek nyilván a kortárs háborús helyzetben egy fontos politikai, szimbolikus szerepe volt. De ugye nem mondhatjuk azt, hogy nincsen fájó aktualitása a hidegháború képeinek és eseményeinek. Ugye a másik uh, szimbolikus tér, amit meghódítottak a hidegháború alatt, ugye az az űr volt, uh, ami nem csak azért volt fontos, hogy uh, ugye a két megint csak azt tudom mondani, hogy szuperhatalom. A Szovjetunió és az Egyesült Államok ugye egy úgynevezett űrversenybe bonyolódtak az 50-es évektől kezdve, aminek ugye az volt a tétje, hogy ki az, aki meg tudja hódítani a világűrt, hanem ez azért is nagyon fontos volt, és szintén látjuk a korszaknak és a jelenkornak a média képeiben és a popkultúrájában, hogy az űr, mint térbeli koncepció bekerült az embereknek a fejébe. Ugye manapság, hogyha azt mondjuk, hogy holdra szállás, akkor mindenki el tudja ismételni ezt onnatot, hogy kislépés egy embernek, nagy lépés az emberiségnek, és ugye látjuk magunk előtt vizuálisan ezeket a képeket. És hát számos olyan ikonikus alkotás, akár a filmtörténetben, akár a médiatörténetben, vagy a, a könnyűzene történetében jelzi ezt a korszakot, akár ilyen szerűen látjuk rajta azt, hogy milyen politikai és mondjuk társadalmi folyamatok zajlottak a korszakban. Ez éppenséggel az egyik első ilyen nagy, híres, hidegháborús alkotásból Carol Reednek a harmadik ember című filmjéből van, erről majd fogok még beszélni. Illetve hát ugye megint csak egy parádét mutatnék, itt a kelet-berlini május 1 felvonulás látható, felhívnám arra a figyelmet, az 80-as évek közepén készült ez a fotó, hogy itt ugye a keletnémet munkásnők már számítógépeket húznak ezen a furcsa kis kocsin, ahogyan láthatjuk, aminek ugye természetesen valószínűleg összeszedték a DDR-ben, tehát Kelet-Németországban felelhető összes számítógépet, de ugye azt volt hivatott ez a felvonulás, ez a szekciója a felvonulásnak jelezni, hogy a keleti blokk mondjuk informatikai szempontból, számítástechnikai szempontból sem marad le a nyugattól. Tehát ami borzasztóan fontos, és amit nagyon érdekes folyamatosan újra és újra gondolni a hidegháború kapcsán, és akár az új hidegháború kapcsán is, ugye ez valójában nem csak egy propagandisztikus és egy pszichológiai hadviselés volt, nem csak, ahogyan mondtam, fegyverkezési verseny vagy ideológiai harc, hanem valójában a hétköznapi életnek minden egyes területét áthatotta. Erre mindjárt vissza fogok majd kanyarodni hogy miért fontos a médiatudománynak és a hétköznapi kultúra vizsgálata. Ugye Winston Churchill mondta ki először azt, 1946-ban egy amerikai körutat tett, és egy, egy amerikai kisvárosban tartott egy beszédet, ugye egy évvel vagyunk a második világháború vége után, és akkor nevezte először a vasfüggönyt, amit azóta vasfüggönyként ismerünk, vasfüggönynek, mert hogy azt mondta, valami ilyesmit, nem szó szerint idézem, hogy Európán, Európát átszeli egy vasfüggöny, ami elválasztja a két világot egymástól illetve George Orwell, akit hol helyesen, hol helytelenül állandóan idéznek a különböző diktatúrák kapcsán, 1984 című regényét, egy cikkben ugyanekkor azt írta a II. világháború utáni állapotról, hogy ez egy olyan béke, ami nem békés. És valójában ugye ez a négy évtizedet tulajdonképpen végig kísérte. ennek az időszaknak az egyik legfontosabb szimbóluma, az maga Berlin városa volt, amit ugye a szövetségesek győzelme után először négy szektorra osztottak, utána pedig gondolom mindenki ismeri a történetet, ugye keleti és nyugati része volt Berlinnek, ugye nagyon furcsán volt Nyugat-Berlin beékelődve a kelet-német tömbe, és ugye kelet-Berlin pedig a német demokratikus köztársaságnak volt a fővárosa. Berlin nem csak politikai, és történeti értelemben, hanem kulturális értelemben is szimbólumként szolgált a hidegháborúban. Nem véletlen, hogy az olyan ikonikus alkotások, mint a Kém, aki bejött a hidegről című film, az képességgel Berlinben játszódnak, vagy legalábbis Berlinben kezdődnek. És a már emlegetett harmadik ember című film, The Third Man 1949-ből, ez ugyan nem Berlinben, de egy majdnem hasonló történet, hogy majdnem hasonló sorsra jutott városban, Bécsben játszódik, méghozzá a szektorokra bomlott, bontott, különböző fegyveres csapatok által őrzött, teljesen lebombázott Bécsben, amiről ugye azóta is a média és film tudósok azt szokták írni, hogy ugye ez volt a legerősebb ilyen, ilyen filmes, vizuális reakció erre a posztvilágháborús állapotra, ahol a fekete kereskedelem virágzott, ahol mindenkiről kiderült, hogy más oldalon van, ahol hemzsegtek a csalók, a tolvajok, a kémek és mindenféle szürke figurák, és ez a film ezt, ezt, a, ezt a borzasztóan széttartó, zaklatott európai állapotot ezt nagyon szépen megmutatja. Ugye a hidegháborúval természetesen a hidegháború alatt is foglalkoztak társadalomkutatók, ezzel az volt a probléma, és azért is lehet itt látni, hogy ugye tulajdonképpen évtizedenként vagy fél évtizedenként változtak a társadalomtudományos irányzatok, amik a hidegháborúval foglalkoztak, mert hogy nyilván, a korszakban szintén ideológiai töltete volt minden társadalomtudománynak. Kelet-Európában olyannyira ideológikus volt, hogy nem, nem nagyon lehetett szabadon foglalkozni társadalomtudományjal, többek között a médiatudomány régiós lemaradottsága, amit ugye nagyon lassan sikerül visszahozni, annak is köszönhető, hogy egyszerűen nagyon kevesen foglalkoztak professzionálisan médiával és társadalommal, és akik mégis foglalkoztak Magyarországon például a Központi Bizottság Társadalom Kutató ez ugye nyilvánvalóan ideológiailag terhelt volt és ellenőrzött volt. Ami nagyon fontos számunkra ebben a témában, hogy az 1980-as évektől kezdve általában a humán tudományokban eljött egy antropológiai fordulat. Ez megint borzalmasan hangzik, vagy nagyon komplikáltan hangzik, de valójában ez azt jelentette, és ennek a hatása a mai napig tart, hogy rájöttek a kutatók arra, hogy ahhoz, hogy egy társadalomnak a makroszerkezetét megismerjük, vagyis egy társadalomnak a politikai és történeti folyamatait megismerjük, ahhoz nagyon is érdemes a hétköznapi kultúrát tanulmányozni. Magyarul, hogy az emberek hogyan éltek egy adott korszakban, ennek különböző elnevezései vannak, de a a, a magánlevelezések kutatása az ugyanúgy ide tartozik, mint mondjuk a televíziós műsorok, vagy akár a televíziós újságoknak a vizsgálata. Úgy általában a tömegkultúra tanulmányozása, hiszen ugye a tömegkultúra kutatás első számú nagyon sztereotipikus doktrinája, hogy ha, vala, ha valami nagyon sok embert érdekel, akkor érdemes megnézni, hogy miért érdekli ez az embereket. Ez valamilyen szempontból fontosat jelezhet a kutató számára, és innen indult valójában a hidegháború hétköznapjainak a vizsgálata, illetve a kulturális termékeinek, kulturális életének dimenziójának a vizsgálata, amiben. Mondjuk a televízió kutatás is beletartozik, de például a cenzúrának a története, a szépirodalom terjesztése, vagy éppen a, a Magyarországon mondjuk a, a szotüdülőknek, a munkás üdültetésnek a kultúrája. Tehát nagyon sokféle terepet fed le ez a kutatás. És bár ez világos, és nyilvánvalóan azt nem lehet elfelejteni, hogy, az, hogy a vasfüggöny. Politikai értelemben nagyon is elválasztotta ezeket a világokat. Ugye a keleti blogból igen komplikált volt utazni például nyugatra, de egyre több jel mutat arra, amire az előadásom elején is utaltam, hogy kulturális értelemben viszont ez a függöny nem vasból volt, hanem inkább nylonból. Ez a Nylon Curtain koncepció, ez egy magyar származású kutató Péteri György kifejezése. Aki egyébként a, 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 arra használta, vagy úgy használta ezt a kifejezést, hogy valójában a Szovjetunióban nejlonharisnyákkal kéne megbombázni az embereket, mert hogy a létező szocializmusban azért nagyjából sejtették az állampolgárok, illetve a diktatúráknak az alatvalói, hogy az életminőség az valójában ugye sokkal jobb nyugaton, és aztán ezt a televíziós műsorokban is látták, és hát nyilván, aki volt idézőjelben nyugati országban, azért az érzékelte a szocialista propaganda és a létező szocializmus hétköznapjai között feszülő ellentétet. Itt Péteri György mellett még néhány név, Szabina Mihály, egy szlovén származású brit médiakutató, Imre Anikó, magyar-amerikai médiakutató, de például az én Hammer Ferenc kollégám is foglalkozik a szocialista a hétköznapi kultúrával, a farmerről van például egy nagyon érdekes dolgozat, hogy a farmernek milyen jelentősége volt a vasfüggöny mögött. És aztán ugye itt ezeket nem fogom felolvasni, hiszen mindenki el tudja magának is olvasni, és amúgy ez nagyon unalmas, hogyha az ember felolvassa a saját PPT-jét. De valójában itt ugye négy lehetséges magyarázatot, többet is találunk természetesen. Én itt négy magyarázatot emeltem ki, hogy miért is érdemes a kulturális fordulat és a hidegháború kapcsolatát kutatni. És igazából a második pont az, amit kiemelnék ezek közül, méghozzá, az a kérdés, ami nekem is folyamatosan az eszemben jár, és talán a legfontosabb kérdés mindközül ebben a kutatásban és ezekben a témákban, hogy mit gondoltak az átlagos emberek a hidegháború alatt. És ezt természetesen parafrazálhatjuk, átforgathatjuk. Mit olvastak, mit ettek, mit néztek a tévében, mit hallgattak a rádióban, mit gondoltak az őket körülvevő világról? A kulturális kutatásoknak és a az én szűk vett médiatudományos, médiatörténeti kutatásaimnak is ez a központi kérdése, hogy hogyan éltek az átlagos emberek, mert valójában ugye nagyon sok mindent ebből megtudhatunk, és ahogyan szintén már említettem az előadás elején, nagyon fontos tanulságokat le lehet vonni arra nézvést például, hogy miért mentek gajra valójában. Miért nem nevezik ma már sikeresnek a kelet-európai rendszerváltásokat, a régiós változásokat, a 89-es változásokat, hogy hogyan alakultak ki ebből a populista rendszerek, hogy hogyan van jelen a régióban folyamatosan egy társadalmi, egy gazdasági válság, hogy a vadkapitalizmusból hogyan lett állami szintű korrupció, hogy milyen médiafogyasztási nehézségek vannak, és egyáltalán, hogy mi történt azokkal az emberekkel, azzal a több mint 400 millió emberrel a keleti blogban, akiknek egyik napról másikra kellett volna megtanulni a kapitalizmus és a demokrácia szabályait, és ami láthatóan nem volt egy sikeres vállalkozás. Tehát megint csak a jelenről tudunk meg nagyon sok mindent ezzel a kutatással. És ami ennek még egy nagyon fontos leágazása, az a magának a posztszocialista identitásnak a kialakítása, vagyis egyszerűbben fogalmazva, Például miért van ennyire jelen a szocializmus nosztalgia a régió Lényegében minden országában, ugye Kelet-Németországban, az egykori DDR-ben osztálgia vagy osztálgi néven is emlegetik, ugye Oszt, mint kelet és nosztálgia egy ilyen Mozaik szó tulajdonképpen, tehát a kelet iránti vágyakozás. Nagyon sokan a mai napig számolnak be. Erről, interjúkat is lehet olvasni, hogy ők valójában életük végéig keletnémet állampolgároknak fogják érezni magukat, és mondjuk, hogyha az ember Berlinben tölt időt, akkor ugye belefuthat ennek egyrészt a tudományos archeológiai szociológiai feldolgozásába, másrészt mondjuk a DDR múzeumban vagy a Trabi múzeumban, amik pedig egy kicsit komerciálisabban a nagy közönség számára megmutatják mondjuk a tárgykultúráját a korszaknak, amiket ugye ma is előszeretettel használnak az emberek, és legalábbis emlékeznek rá. Ugye ugyan ez Budapesten, a Budapest Retro Központ, ami tavaly nyílt, és szintén egy ilyen szocialista élménypark valójában berendezett szobaversőkkel, korabeli televíziós műsorokkal, telefon, Főkékkel, motorokkal, tehát rekonstruálja valójában, megpróbálja kritika nélkül ugyan, de bemutatni a korszakot, a Memento Park Budapesten ugye a szocialista köztéri szobroknak a temetője, nevezzük így. Kicsit vidámabb példák mondjuk a szocialista márkáknak az újraéledése, én mint most az Asztórián vesszük fel ezt a felvételt, ugye itt kettő lépésre tőlünk van egymás mellett a Novesta és a Tisza cipőbolt, ez mind a kettő, ugye a Novesta egy csehszlovák, Tiszta pedig egy magyar szocialista sportmárka volt, és most ezeket újra brandelték. Vagy nézhetjük például a szocialista popkultúra népszerűségét, hogy hogyan pörögnek folyamatosan ezek a tartalmak. Ugye a magyar vonatkozásban talán a szomszédok ennek az ismert példája, amit már ugye a fiatalabb fogyasztók, akik nem éltek a 80-as, 90 es évek fordulóján, vagy nem élőben követték a sorozatot, hanem mondjuk a mém kultúrából ismerhetnek, vagy ismerhetik meg a sorozatot, tehát egy ilyen második virágzása, vagy második élete is van ennek, és ugyanez mondjuk még egy ilyen ismertebb példa, Kórház a Kórháza város szélén az ikonikus csehszlovák sorozat, aminek folyamatosan van a cseh televízióban és a szlovák televízióban ismétlése és vetítése. És nyilván megint azt találjuk, már megint a jelenről beszél a múlt, mert hogy a nosztalgia, ez is egy ilyen doktrína, a nosztalgia az általában a jelenről mond el nagyon sokat, és nem a múltról. Nyilvánvalóan a szocialista nosztalgia, ez egy kiszámíthatóbb élet felé való vágyakozás, egy egyszerűbb, biztonságosabb élet felé való vágyakozás, és akkor itt mutatok is néhány képet. Ez a DDR Múzeum Berlinnek, az egykori Kelet-Berlinnek a belvárosában található a folyóparton egy nagy kiterjedésű múzeum. Ez éppenséggel a Magyar Szocialista Élményparkból, vagy Retro Budapest Retro intézményből egy szoba belső rekonstrukció, ez egy Novesta tornacipő, ez maga a kórház a város szélén sorozat és az ő szereplői, és végül pedig egy kelet-berlini panelház kapujának tetején napozó fiatal párral zárnám ezt az előadást, és köszönöm szépen, hogyha meghallgattátok.